Erdő, erdő, de magas a teteje. Jaj, de régen lehullott a levele. Jaj, de régen lehullott a levele. Árva madár párját keresi benne. Erdő, erdő, de magas, de magas, de magas, jaj, de, jaj, de, jaj, de, lehullott a levele, jaj, de, régen, lehullott a levele, árva madár párját keresi, párját keresi. Erdő, 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 erdő. Azért harang a harang, hogy hívja az élőket. Azért harang a harang, hogy temesse a holtakat. Véreverjék. Azért harang, azért harang, azért harang, hogy hívja az élőket. Azért harang, azért harang, hogy temesse a zárvízikben, hogy a zárvízikben is tűzvízikben azért harang a harang, hogy temesse a holtakat. Szeretettel köszöntök mindenkit, a Dunántúlról jövőket, kedves vendégeinket, és a turatársakat, és a többi kedves vendéget. 5. éve már, hogy Magyarok Nagyasszony napján, október 8-án itt megpróbáljuk létrehozni a szeretet terét. Idáig mindig sikerült. Nagyon csodálatos emlékekkel tértünk haza innét, föltöltődve. Most is minden esélyünk megvan erre. Olyan szobor mellett állunk, amit az elődeink 1921-ben a trianoni trauma után építettek, állították ezt a gyönyörűséges szobrot. A felirat is ezt bizonyítja. Azt szerették volna, hogy a ketté hasított országrész legalább Boldogasszony anyánk lássa. Éltesse a határon túl ragadtakat, és emlékeztesse arra őket, hogy csak arról azt vesztjük el, amiről saját magunk lemondunk. Mi nem mondtunk le ideig semmiről. Ez a ház, ez 1914-ben a Magyar Turista Egyesület esztergomi osztályának lett fennszertelve. Az égi könyvekben ez ekként szerepel, hogy azóta különböző zászlók és ingek kapcsán, vagy jogszabályok kapcsán ide-oda vándorolt, az nem érdekel senkit. Az a jegyző, aki ezt a elkobzó határozatot írta, annak nem, arra nem emlékszik már senki. De akik építették ezt a házat, arra minden évben megemlékezünk. És akik ezt a szobrot állították, azokról is minden évben megemlékezünk. És ez így fog történni,
egészen biztos, amikor ti olyan idősek lesztek, mint én, biztos ugyanilyen örömmel fogtok itt énekelni. Még egy pár szót hagyd mondjak, hogy elég kemény időket élünk. Mindenki keresi a helyét ebbe a elvadult, őszintétlen, durva világban. Magyaroknak nagyon egyszerű feladatuk van. Hihetetlen, el se tudjátok képzelni, hogy mennyire egyszerű a feladat. A Teremtő ezt osztotta ránk. Vissza kell állítani az anyaság szentségét. Nagyon egyszerű. Ez is lányok, fiúk, könnyű megjegyezni. Az első, a legszebb dolog a lányoknál, hogy életet adjanak. Azután jöhet a karrier, minden más. Mindig belefér az életbe, olyan hosszú az életünk. Nyugodtan belefér, de az első a gyermekáldás. És a magyaroknak most erre van nagy szüksége. A fiúknak a mai történelmi időszakban megint nagyon egyszerű feladat jutott, nem a harcos kard jutott osztályrészükről, hanem az ima. A Kárpát-medence fölé vissza kell foltozni a védő imahálót. Nagyon egyszerű imával, a végén ezt el fogom imádkozni, és aki érdekli, akit érdekel, annak szívesen elküldöm. Ha ahányan itt vagyunk, ezt mind megjegyeztük és továbbadjuk, akkor egészen biztos, hogy ez az imaháló és az anyaság szentségének a visszaadása, ez rövid időn belül megtörténik. És csak azután mondhatjuk azt, hogy elindultunk Boldogasszony anyánk palástja alatt a kibontakozás a felfelé vezető úton. Addig sajnos ezt a sárba taposó, dagonyázó világot fogjuk élni. Hát kérlek benneteket, hogy ez a mai töltet ehhez adjon erőt, és ehhez szeretnénk hozzásegíteni benneteket. Szellőz oktávol, alszik a tábor, alszik a tábor, csak a tűz lángol. Ragd meg, jó pajtásom, az a tűzet. Isten tudja, mikor látunk megint ilyet. Szellőzúgásnak fárad a hangja, kis falucskának szól a harangja. Halga, halga szól a harang, bim-bam, bim-bam. Lelkünk mélyén kell rá visz hang, bim-bam, bim-bam. Volt valamikor egy régi világ, akkor élt apánk, dédapánk, nagyapánk. Tették a dolgukat, nem kérdeztek semmit, tudták az életet, jó volt magyarnak lenni. Van nekünk egy zászlónk, mit nem némhetnek szét. A színek maradnak, akármilyen a szél. Álmaimban álmodtam, jó lenne szeretni. Legyen olyan hely, hol jó magyarnak lenni. Legyen végre egy ország, hol a szavakat kimondhatják. Legyen végre egy nép, mely elmondhatja kínját. Legyen végre sok ember, ki tudják, hol a mennyország. Az lesz az a hely, mit úgy hívnak Magyarország. Legyen végre egy ország, hol a szavakat kimondhatják. Legyen végre egy nép, mely elmondhatja kínját. Legyen
legyen végre sok ember, kik tudják, hol a mennyország, az lesz az a hely, mit úgy hívnak Magyarország. Ezen az ünnepségen illendő megemlékezni a két nappal ezelőtt ünnepelt Aradi 13-ról. Az Aradi 13 tábornok jelképezi azt a dicső szabadságharcot, amit a magyarság vívott és vív azóta is egyfolytába, és amit gonosz hatalom levert. Az a gonosz hatalom, akit a történelem könyvek úgy tanítanak, hogy legyőzte a szabadságharcot, az a gonosz hatalom nem győzte le a szabadságharcot, egyrészt azért, mert a szabadságharcot Magyarország a Habsburg birodalommal szemben megnyerte. Az orosz cár segítsége volt az, és a hatalmas hadereje, ami mégis térdre kényszerítette a magyar hadsereget és Magyarországot. És az a megtorlás, ami utána következett, még az orosz cárt is felháborította, és szóvá tette az akkori császárnál Ferenc Józsefnél, aki egy 10x esztendős fiatalember volt, hogy ez méltatlan. Senki nem foglalkozott vele, a gonosz hatalom úgy működik, hogy nem foglalkozik a figyelmeztetésekkel. A 13 aradi vértanú tábornokunk közül egy nem volt tábornok, Lázár Vilmos ezredes volt, és annak ellenére, hogy tábornokokat nem szokás fölaggatni a fára, mint kutyákat, mégis megtették velük. Kivétel az a négy, akiket különleges kegyelem folytán golyó általi halálra ítéltek. A maradék 9 tábornokot fölkötötték a fára, mint a rabló bűnözőket, és utána lemeztelenítve egy napig közszemlére kint hagyták a bitófa alatt, mert a ruha az a hóhért illeti. Emlékezhetünk a Bibliából hasonló történetre, Jézus Krisztus megfeszítése után a győztes római katonák győztes kockát vetettek a ruháira. Itt hasonlóképpen történtek a dolgok, és méltatlanul kevés szó esett az elmúlt időszakban róluk, és még kevesebb szó esett a feleségekről. Azokról a feleségekről, akik a halálok után egyedül maradtak, és némelyikük kinkeservesen kellett, hogy tovább élje az életét, mert abban az időben nem voltak női karrierek, a nőket a férfiak tartották el. És itt ez alatt, a szobor alatt igenis meg kellene emlékeznünk a feleségekről is, az anyákról, akik ugyanolyan komoly áldozatot hoztak, mint az az aradi 13, meg a többi 10, 20, 30, 40 és x ezer ember, akit ez a gonosz birodalom tönkretett, kivégzett, elüldözött erről a földről. Most a róna nyár tüzébe ring a déli báb, tüzek gyónak, akit a fény ragyog a világ. Dombok ormain érik már a bor, s valamennyi vén akátva mennyasszony csokor. Szólt aranya pázsicsei megék ezüst ható, csendes éjjel halkan felsír a tárogató. Ott, ahol zúg az a négy folyó, ott, ahol szenvedni jó, ott, ahol kiemlött annyi drága vér, zeng a Kolozsvár visszatér. Búg a kürt az ősi várfokán, honvéd áll a harkitán. Erdély szent picire visszaszáll, zúgva száll a magyar turulmadár. Ott, ahol zúg az a négy folyó, ott, ahol szenvedni jó, hol csodást
égig, születnek szállodal, búga kürt az őszi laj. Erdi szent picire zúgva száll, visszaszáll a magyar turulmadár. A gyönyörűséges rózsát, a magyarok nagyasszonya rózsa, Már Gergely bácsi, egy világhíres magyar rózsa tenyésztő, termesztő hozta ezt létre, a mi örömünkre. És azért hoztuk ide, hogy a magyarok nagyasszonya előtt tisztelegjünk vele. És ezek a rózsák pedig mintának hoztuk, ez a Árpádházi Szent Erzsébet rózsa, szintén a Már Gergely bácsinak a műve. Ez Vatikánban első díjat nyert egyik évben a futórózsák között. Ezzel ültettük körbe a szobrot. Reméljük, hogy egy pár év múlva hasonló gyönyörűségek lesznek, mint amit hoztunk ide.